Üdv mindenkinek itt Durrec után. Figyeljétek el, hogy most jön nálam. Nő. Mindjárt megutóbb. Ez. Kaptam egy kamerát, te. Nő. Pondi... Kondi Eriktől. És köszönöm is neki. Viszont a szponzorásból nekem adtam, mert a kamerám korá... sokáig nem működött. Ezért kellett újat szerezni. És miért szépen köszönöm neki. Tehát ismét is mutatom be ezt. Ezzel, ennek segítségével bizonyítékokat fogok feltárni arról, hogy voltam Budapesten. Méghozzá tegnap, augusztus 20-án, a Szent István napokon. Úgy gondoltam, hogy ha oda megyek, akkor bizonyítékokat tárok fel arról, hogy milyen látványosságokat láttam. Úgyhogy most ezt, ahogy itt van, be is mutatom. Kezdjük azzal... Ezt most kinagyítom. Tehát ez itt Budapesten található. Ez az a rész, amit igazán le akartam fotózni. Na, még miatt folytatnám? Megkérdezzétek meg, hogy... hogy mi micsoda, mert budapestiek tudják-e. Amilyen látványosságokat láttam, lefotóztam. Csalódott voltam, hogy nem volt tűzijáték. Hát, mert azt is be akartam mutatni videóban, de nem sikerült. Úgyhogy csak a képeket tudom bemutatni, hogy én jártam Budapesten. Itt is jártam, ami közel van a Budai Várhoz. Tehát a szobrokat fényképeztem. Tehát hát azt nem tudom pontosan, hogy tényleg a Budai Vár-e, mert nem láttam ráírva rendesen. De az biztos, hogy elég magas egy épület. Ha ilyen lovas szobort láttam, azt is lefényképeztem. Ez ilyen magasságban volt. Bizonyítékot én magyarban voltam. Ez a százszó bizonyítja. És amit a legfőképpen be akartam mutatni, az a kilátás. Mitől volt ennyire látható ez az egész? Azért, mert egy... Mert itt magas hegységben vagyok. Gelléthet, ha jól tudom. Ezért tudtam lefotózni. De nem ez volt az egyetlen kilátás. Ezt is lefényképeztem, hát az embereket nem akartam rendesen megmutatni, de csak így jött össze. Yeah. Ez az, amit le akartam fotózni, hát nyomtam azt a megközelítő gombot, de csak egyére volt képes bemutatni. Tehát ennyire tudtam csak kinagyítani. Na, ez lenne itt a Duna. Ez volt az állomás, ahová akartam menni. Itt is jártam. Ne kérdezzétek még, milyen vár ez, mert fogalmam sincs. Na, csak egy budapesti tudja. Mert én nem tudhatom, hogy Budapesten mennyi látványosság van, mert elég nagy területű. Hát mivel elég hosszú volt, két fényképbe kellett ezt bemutatni. És itt van az a, nem tudom pontosan, hogy nézik, parlament vagy országház. Tehát itt már hosszú úton sétáltam errefelé, ahol az egerem látszik. Ez balról volt látható, és a balfelé fordulok. Meg ez a szobor. Hát igen, arra fel is sétáltam is. Mondom, ezt kétszer lekapom, mert ez látványosság. Ez lenne a Margit híd. És hogyha ide megyünk, akkor itt található a Margit sziget. Egyszer voltam itt szigetfesztiválon. És
Aki nem vált a vonalat, tudom bizonyítani azt, hogy... Várjunk csak! Ez a póló bizonyítja, hogy voltam egyszer Sziget Fesztiválon. Ez is kihasadhatatlan volt. Két Rihanna szobra. Ez nem tudom mi. A parlament innét. Ezt sem tudom, hogy milyen fajta vár. Talán zsinagóga. De nem hiszem. Igen, átment a másik oldal, a Margit hídon keresztül. Ugye ez találmásod, innét lekapjam. Na, ilyenkor már kezdett sötétenni, és akkor már azt is felvettem. Ezek így világítanak itt. Hát, nem tudom biztosan, hogy ez lenne a láncít, de azt tudom biztosan róla, hogy a láncítat már lezárták. Hát ez egy rosszul volt felve a fény miatt. Na itt a bizonyíték, hogy nem kamu, hogy voltam itt. Az, hogy bemutattam, hogy itt voltam az Erzsébet hídon. Oké, ez nem elég, mutatom másképpen is. Na csak ez a busz véletlenül eltakartam, miközben lekaptam magam. Aztán így. Hát ezt sajnos nem tudtam egyszer felvenni a fény miatt, mert amit voltok éve fel akartam venni, az ez. Azt nem tudom, milyen szobor, hát azt sem tudom, melyik nevezhető szabadság szoborra. És akkor egyet tudtam felvenni este. És végül, hát itt a bizonyíték, hogy ez lenne, hogy a vasútállomásról jöttem ide. Azt hiszem, hát mutathattam volna többet is, hát hogyha lett volna tűzijáték. Vagy hogyha nem lett volna tűzijáték, nem tudom, hogy mi hol van, mert nagyon nagy területű Budapest. Úgyhogy csak ennyit tudtam bemutatni. Csak nem fordítotok hátat, úgyhogy ha tetszett, iratkoztatok fel a csatornám, sokatok egy lájkot. Előfordulhat máskor is, hogy utazásom során fotókat fogok csinálni, hogy bizonyítékét, hogy ott voltam. Jó, ennyit tudtam most bemutatni. Hát elfordul egy napon, úgyhogy még egyszer megyek egy augusztus 20-ai tűzijátékra, de akkor már videóban fog azt lekapni. Jó, ennyi volt, szevasztok!